Hoppá, a kurvák, a többiek. Jó napot kívánok, mindenkit nagyon nagy szeretettel köszöntök. Sajnos végigdolgoztam az egész éjszakát, ezért kicsit fáradt vagyok. Szétosztottuk a lapokat mindenki között, de hál' Istennek akkor érkeztek, nem látták, hogy kikkel voltam most együtt. Egyébként van itt valami fogácsa maradt, akkor nyugodtan lehet venni, hogyha gondolják, vagy esetleg hátrébb is. Most nem fogom megköszönni, hogy eljöttek, mert nem volt más választásuk. Úgyhogy el is kezdjük. Természetesen önök is tudják, hogy mit kell leírniuk, én is tudom, hogy mit mondtam, úgyhogy tulajdonképpen most ezt még egyszer azért elmondom, azért, hogy minden teljesen pontos legyen. Diktálok, jó? Van az emberek fejében egy félreértés, amit az elején szeretnék szétoszlatni. Én nem a pénzt szeretem, én a sok pénzt szeretem. Leírták? Jó. Egyéb információ. Megkezdem országos népbutító kampányomat. Vannak, akik 5 percet szánnak egy ország problémáira. Én képes vagyok rá elcseszni egy egész hónapot. Végigjártam az országot, ennek nyoma maradt filmekben, amik majd az interneten lesznek láthatóak. Nagyobb városokban fosztom az észt, ha nincs gondolat, nincs gond sem. Nagy munka, tudom, de nem akarom magam sajnáltatni, így is épp elég gondom van. Sajnos még mindig kevés az ostoba ember. Majd akkor lesz elég ostoba ember, ha nem lesz már senki, aki összeszámolja, hogy hány ostoba ember van. Doktor Mogács elmondta, ezt írják be, idézőjelben. Közel a segítség, az az ő közel van, tehát nincsen messze. Szinte karnyújtásnyira van doktor Mogács, nagy M, de lehet az összes nagybetű, ezt a szabadságot meghagyom maguknak. Na, nincs valakinek egy cigije? Ezt ne írják be. Nincs, jó, mindegy. Fölhívom az ország lakossága figyelmét arra, hogy aki érti, amit mondok, az rossz úton jár. Aki el tudja olvasni, amit mondok, az még rosszabb úton jár. Aki le is tudja írni, az pedig szégyelje magát. A szégyeljét írják úgy, ahogy akarják, én két ellen szoktam. A butaság az okosok utolsó lehetősége arra, hogy végső mencsvárként használják. Akkor érünk el sikert, amikor agyunk 99,9999%-áról nem tudunk, nem tudjuk, hogy az mit csinál, a maradéknak pedig megmondom, hogy mit csináljuk. Nekem bőven elég, ha csak járni tudnak. Van egy álmom! Mindenkinek van egy álmom. Egy olyan ország, ahol mindenki egyformán buta, ahol a sületlenség erény, ahol ha csorog a nyálat, felnéznek rád, ahol nincsenek egy szavasnál hosszabb hirdetések, ahol bármit kérnek, mindent aláírsz, ahol minden irányba be lehet hajtani egy körforgalomba. Hol tartottam? Van egy álmom, ahol a call centerekben csak egy gomb van. Ha gratulálni akar cégünk működéséhez, nyomja meg az egyes gombot. Van egy álmom, 4 szőkenőt kúrok nem. Ne akarjanak belőlem mindent kiszedni, jó? Ez egy másik álmom. Szóval van egy álmom. Az ország pénzét boldog állampolgárok hordják nekem össze talicskával egy halomba. Van egy álmom, egy olyan ország, ahol mindenki azonos nemű, vallású, hajú, fajú, nemzeti hovatartozású, és mindenki kisebb, mint én. Van egy álmom, egy olyan ország, ahol engem mindenki szeret, akár ismeretlen is. Van egy álmom, egy olyan ország, ahol minden csalódás csak optikai csalódás, és minden tuning csak optikai tuning.
Van egy álmom. Egy ország, ahol mindenkinek van egy álma, amit leszarok. Ahogy a költő mondja, mindenkinek van egy álma, az enyém, te lettél. Tudnia kell mindenkinek. A butaság dicsőség, a butaság hatalom, a butaság szépség, a butaság jóság, a butaság okosság, a butaság jófejség, a butaság lazaság, a butaság trendiség, a butaság minden, a butaság a jövő, a butaság a holnap után és a szerda is, meg a hétvége, tényleg a hétvége is. Butaság Manyika néni a kispiacon, butaság a lepke az erdőben, butaság a kisvakond, az evolúció, butaság a tudomány, butaság az osztályfőnöki óra, butaság az Isten, butaság a haza. De nem akarok erről hosszan beszélni, mert az butaság lenne. Van egy álmom, egy YouTube csatorna, ami a http://www.youtube.com/mogasdanielurl-en érhető el, méghozzá ékezetek nélkül. Van egy álmom, egy Facebook oldal, amit Mogás Dániel neves színművésztől raboltam el. Rengeteg rajongója van, de mostantól átvettem fölötte a hatalmat, ezt is tudja meg az egész világ. Innentől itt lehet velem kommunikálni. Azoknak, akik többet akarnak írni erről az egészről, van hát egy-két előre elkészített megírt cikk, amiket borítékokba ki fogok osztani. Ha esetleg nem tetszik valakinek az, amit a borítékban talál, az cserélhet egy másik újság képviselőjével. Most pedig felolvasok ezekből a borítékokból per párat, aztán szétosztják, osztogatják. Jó? Azt mondja, gazdaság. Dr. Mogás nem hisz a gazdasági válságban. Azt javasolja híveinek, hogy azok se higgyenek benne. Csak az elmúlt 6 évben meghétszereztem a vagyonomat, és ezzel nem vagyok egyedül. Milyen válságról beszélünk? Többit majd elolvasta, aki ezt mondta. Következő. Bulvár. Dr. Mogács hármas ikreknek adott életet. Tegnap éjjel egy budapesti magánklinikán. Dr. Mogás természetes úton szülte meg hármas ikreit. 2 újszülött teljesen egészséges, a harmadik valószínűleg mozdonyvezető lesz. A csodálatos esemény úgy jöhetett létre, hogy egy igazán fontos embernek szüksége van a családra, de Dr. Mogás idejébe csak ez fért bele. Meg aztán nem szívesen bízná a szülést egy nőre. A gyerekek a Franciska nevet kapták. És az utolsó, mindjárt kicsöngetnek, erotika, Dr. Mogás szerint, aki tud, baszódjon meg. Nos, hölgyeim és uraim, ezeket most szét lehet osztani, parancsoljanak, a többi itt van leírva, mindenki válogasson, amit szeretne, írja meg. És most pedig jöjjön a fotózkodás, hoztam egy ilyen kis állatot. Ez elég aranyos. Na most természetesen mindenki ért a Photoshophoz, ugye? Ezt a környezetet semmiképpen sem akarom látni az újságokban. Rakjanak mögém szegényeket, gyerekeket, cukiságot, kutyákat, jó nőket, amit gondolnak, amit szeretnek az emberek, ezeket önök a legjobban tudják, tehát nem szeretném beosztani, jó? Menjen! Be lehet a kisállat helyére is photoshopolni macskát, kiskutyát, mehetek háborús övezetekbe is, amit gondolnak, csak legyenek jó képek, és ami nem nézek ki jól, azt kihúzzuk. Tessék! Ja, mosolygok is. Jó? Megvan mindenkinek, rendben van. Kérdése van-e valakinek, esetleg azt most fel lehet tenni. Igen. Erre viszonylag könnyű a válasz. Még valaki? Először, másodszor, harmadszor. Önök újságírók vagy diákok lentről?
Jó. Akkor a sajtótájékoztatót ezennel bezárom. Ha még esetleg interjút akar készíteni, valaki ide leülhet, és föltehetni kérdéseit.